Jó napot kívánok, Kuckó Anikó vagyok. Egy elkészült prezentációt többféle módon használhatok fel. Elmenthetem például vetítésként. Menthetem a bemutatóm egy diáját, vagy akár az összeset képként. Készíthetek a bemutatóból videót, és kinyomtathatom különféle változatokban. Menthetem PDF-ként is, vagy felhasználhatom online bemutatóként. Ebben a videóban ezekről lesz szó. Előttünk van egy elkészült bemutató. Ezt fogom most vetítésként elmenteni. Így, ha megnyitom a fájlt, akkor nem szerkesztésre nyitom meg, hanem rögtön a diavetítés fog elindulni. Ehhez használhatom a File menü mentés másként parancsát, vagy a File menü exportálást. A legfontosabb kimeneti lehetőségeket itt is megtalálom. Most kiválasztom a diavetítést, és a mentésnél megadom a file helyét. Ez most az asztal lesz, és a file nevét is. Ha megvagyunk, bezárom a programot, és nézzük, hogy mi lett az eredmény. Az asztalon megtalálom a vetítésként elmentett fájlomat, dupla kattintással megnyitom, és láthatjuk, hogy a vetítés indult el. Ha ezt a fájlt később mégis szeretném szerkeszteni, akkor el kell indítanom a programot, elindítom a PowerPointot, és a megnyitás parancsal töltöm be ezt a fájlt. Ha kiválasztom, megnyitom, akkor újra szerkeszthető formában kapom. Lehetőségem van arra is, hogy a bemutatóm diáit elmentsem képként. Ehhez megint a file menü exportálást használom. Két fájltípus közül is választhatok, PNG vagy JPEG formátumot látok. Én most a JPEG-et választom. A mentéskor megint megadom a mentés helyét és a fájl nevét is. Egy fontos kérdést kapok a programtól. Megkérdezi, hogy az aktuális diát vagy a bemutató összes diáját szeretném képként elmenteni. Én most minden diát választok. Sikerült is a mentés, és nézzük az eredményt. Az asztalra mentettem, itt meg is találom kép névként a mappámat. Ha megnyitom a mappát, megtalálom benne a bemutatóm összes diáját képként. A bemutatómból videóképet is létrehozhatok. Ehhez megint a File menü exportálás parancsát használom. Itt találom a videóklip létrehozását. Elsőként azt kell kiválasztanom, hogy milyen minőségű videót szeretnék. Attól függően, hogy mire akarom használni. Én most az internetre tenném ezt a videót, ezért egy közepes minőséget választok. Utána azt kell megadnom, hogy használom vagy mellőzöm a korábban beállított időzítéseket és kísérő szövegeket. Én most mellőzöm, de alatta megadom, hogy egy-egy diát 3 másodpercig szeretnék látni a videóban. A videó létrehozására kattintok, itt megint megadom a videó helyét és a fájl nevét. Közben az állapotsorban lent láthatom a videó létrehozásának a folyamatát. Ha ez elkészült, ellenőrzöm. Megint az asztalra mentettem, megtalálom a videófájlt, és dupla kattintással elindítva láthatjuk, hogy létrejött egy MP4 formátumú fájl, amit akár a YouTube-ra is feltölthetek. A bemutatómat különféle változatokban ki is nyomtathatom. Ehhez megint a file menüt használom, a nyomtatásnál találok erre lehetőségeket. Kinyomtathatom az egyes diákat A4-es méretben. Választhatok jegyzetoldalnyomtatást, ez azt jelenti, hogy a diáimat kisebb méretben látom egy A4-es lapon, alatta a saját beírt jegyzetemet. Választhatok olyan nézetet is, ahol egy lapon több diát fogok nyomtatni. Van egy másik lehetőségem is a nyomtatásra, ezt pedig az exportálásnál találom. Emlékeztetők létrehozását kérem. Itt megint megadhatom, hogy milyen emlékeztetőt kérek. Olyat, ahol a jegyzeteim is megjelennek a diák mellett vagy alatt, vagy esetleg olyat, ahol a diák mellett vagy alatt jegyzetelésre alkalmas üres sorokat kapok. Én most ezt választom. Létrehozom, és ez esetben az emlékeztetőmet a program Word-ben fogja létrehozni, Word formátumban. Ez azért is szerencsés, mert akár ezt megnyitva tovább szerkeszthetem az emlékeztetőmet, elmenthetem, és ki is nyomtathatom. Létrehozhatok a bemutatóm diáiból PDF formátumú fájlt is. Ehhez megint a File menü exportálást használom.
A PDF létrehozását választom, a mentésnél megadom a mentés helyét, a fájl nevét, és a beállítások parancsra kattintva kiválaszthatom, hogy a bemutató mely diáiból hozzam létre a PDF-et. Amint létrejön a PDF fájl, az Adobe Reader programom rögtön meg is nyitja ezt. Végül lehetőségem van arra is, hogy a bemutatómból egy online vetítést hozzak létre. Ehhez fontos, hogy rendelkezzem egy Microsoftos fiókkal, és az Office-on belül bejelentkezzem ebbe. Én ezt már meg is tettem. Az online vetítés lehetőségét a diavetítés menüben találom. Ha kiválasztom az online vetítést, elsőként azt kell megadnom, hogy engedélyezem-e vagy sem a távoli nézőknek, hogy letöltsék majd az én bemutatómat. Én most nem engedélyezem. Csatlakozom a szolgáltatáshoz. De mi is ez az online diavetítés? Az online diavetítés során távoli nézőknek, akár földrajzilag tőlem távol lévő kollégáimnak is, engedélyezem azt, hogy a böngésző programjukban valós időben lássák az én prezentációmat. Közben láttuk, hogy csatlakozott a program a szolgáltatáshoz. Kaptam egy hozzáférést, és ezt a hozzáférést tudom kimásolni. Ha kimásolom, elküldöm például a kollégáknak e-mailben, ők elindítják a böngésző programjukat, a címsávba beillesztve ezt a hozzáférési linket betöltik az oldalt. Ezzel csatlakoznak a szolgáltatáshoz. Látjuk, várakozás a bemutató indítására. Arra várnak, hogy én, a prezentáló, elindítsam a bemutatómat. Ezért most visszamegyek a programba, és a bemutató indítását választom. Elkezdem a prezentációmat, akár telefonos konferenciával kiegészítve még élő szóban is hallhatják a mondandómat, és közben látják ezt a diát. Pontosan ugyanazt, amit én látok a vetítés során. Ha szeretném befejezni a bemutatómat, akkor az online bemutató befejezését választom. Ilyenkor egy figyelmeztetést is kapok, hogy a távoli nézőim számára is véget ér a bemutató. Egy előadással kapcsolatos munkánk valójában nem akkor kezdődik, amikor kiállunk a hallgatóság elé. Egy jó prezentációt alapos munka előz meg. És nem is feltétlenül akkor ér véget, amikor megköszönjük a figyelmet az előadás végén. A bemutatónk hatását tovább fokozhatjuk különféle eszközökkel. Kiosztott emlékeztetőkkel, e-mailben küldött, a bemutatókból kimentett képekkel, vagy például a prezentációból készült, YouTube-ra feltöltött videóval. Töltse le, és oldja meg a gyakorló feladatot. Olvassa el a jegyzetet, és tesztelje tudását!